Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt az Ászok a Revita Televízió műsorán, és itt ül velem szemben mai vendégem Marco Mauroni, a Győri Paintball Sport Egyesület elnöke. Szervusz, köszöntelek a műsorban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És gondolom a nézők is kitalálták a bemutatásodból, hogy paintballról fogunk beszélgetni. Mi is az a paintball egészen konkrétan, hiszen az emberek hajlamosak arra asszociálni, hogy erdőben bujkálva, terepszíni nadrágban hát lövöldöznek egymással az emberek, de hát ennél nyilván sokkal többről van szó. Hát a paintball-al kapcsolatban ami legfontosabb az, hogy most már több mint 15 játékos van, tehát 15 millió ember űzi sportszerűen ezt a játékot, tehát a paintballt 110 országban jelen van. Ezeknek az adatoknak én nagyon-nagyon örülök, tehát tulajdonképpen ezek azok a statisztikák, amik tényleg azt mutatják, hogy nagyon fejlődőképes ez a sportág, ez 2008-as statisztika, amit egy amerikai statisztikai hivatal készített, ami kifejezetten versenysportágakkal foglalkozik. Ez a szám évről évre szerencsére egyre gyarapodik, egyre több ember kedveli meg ezt a sportágat, és áll be sorainkba. Mi lehet az, ami a legvonzóbb a paintballban az emberek számára? Tehát mondjuk háború, gyakorlatilag halál nélkül? Hát így van, ez az egyik része, tehát ez, amit nagyon szeretnék kihangsúlyozni, talán egyik legfontosabb is, hogy nagyon sokan erre gondolnak, pont, amit már említettél te is, hogy az a paintball, hogy fiatalok terepruhába, erdőbe, vagy ilyen háborús körülmények között terepruhába háborúsdit játszanak, tulajdonképpen ilyen háborús szimulációk, ez abszolút nem igaz. Hát annyi tény, hogy van egy ilyen verziója a paintballnak, egy ilyen szórakoztatóipari rész, amit mindenkinek ajánlok, hogy érdemes kipróbálni, mert egy nagyon jó hétvégi kikapcsolódási lehetőség, de a paintballnak van egy másik változat, ami ennél sokkal tovább mutat, egy professzionális verziója, amit airballnak, versenypaintballnak hívunk, tehát ez igazából effektíve a valós paintball. És amit igazából erről érdemes tudni, az, hogy már nem terepruhák vannak, nem játékosok, akik csak kedvből hétvégente szórakoznak, hanem itt aktív sportolókról beszélünk, akik színes terepruhát, színes versenymezbe bújva, névvel, csapat logóval a hátukon, versenypályákon játszanak, tehát itt már nem erdőben vagy katonai objektumok körül folyik a játék, hanem füves vagy műfüves vagy beltéri játékoknál, mint szombaton láthattál versenypályán, és a fedezékek azok nem vashordók, ledőlt házfalak vagy esetleg fák, hanem versenyfedezékek, amikor úgy kell képzelni, hogy ilyen levegővel töltött különböző térbeli formák, szivar alakú, henger alakú, gúla alakú, ami mögött kényelmesen meg tud úgymond bújni egy játékos, és a játék célja sem az, hogy háborús szimulációkat játszunk, hanem egyszerűen sportág, ahol az a cél, hogy heti szinten összejárni, edzeni, itt a technikákra épít, hogy hogyan kell futva lőni, becsúszni a fedezékek mögé, helyes testtartás, kézváltások, csapatkommunikáció. Tehát itt arról szól, hogy egyrészt magunkat szórakoztatni, heti szinten rendszeresen edzeni, egyre többet bírni, egyre jobbnak lenni, akkor általában ezek a rendezvények olyan helyeken vannak megtartva, ahol elég sok néző is van, tehát például Kőszegen szokták minden évben augusztus közepén megtartani egy kupát, ami pont a Várárokban van. Egyik másik paintball sportegyesület, aki Kőszegen található, és például nagyon sokan nézik ezeket az eseményeket látványos, és vonzza a nézőket, akik látták ezt, ez valószínűleg egyszer ki is próbálják. Élvezhető sporták nagyon, pusztán a kívülállók számára persze, is? Persze. Hát szakmai szemmel nézve is megvan egy vonzereje, aki elsőre látja, annak is megvan a vonzereje, tehát már teljesen más a kettő, tehát mi inkább azt nézzük, hogy helyesek voltak a technikák, egy kívülálló pedig azt nézi, hogy milyen szép volt, hogy vannak olyan becsúszás közben, hogy Superman slide, a Superman becsúszás, ilyen alsó kamerállásban is úgy néz ki, mint hogyha szó szerint repülne az ember, tehát úgy kell kezdeni nagy futás után egy ilyen hasonló történő csúszás, és tényleg van egy fél másodperc, amit a játékosok a levegőben töltenek, ezt egy 5 méteres csúszás is követhet, tehát tényleg nagyon látványos. Ha jól értettem az mondandód elején, akkor a versenyzők bázisa tesz ki 15 millió embert az egész igen. világon. Hát egész világon akik. Melyik lehet a nagyobb, akik csak hétvégén elmennek erdőbe lövöldözni, vagy a versenyzők bázisa? Ez biztos. Hát talán még a hobbi játékosok teszik ki a nagyobb részét, de tehát akit valójában vonz ez a tevékenység, úgyis az az, hogy eljár havonta, aztán két hetente, aztán azt mondja, hogy ez jó, de szeretné azt, hogy komolyabb ellenfelek ellen játszom, mert a saját baráttársaságom már úgymond felülkerekedett, tehát ő ismer bizonyos technikákat, és akkor beáll egy egyesülethez, eljár edzésekre, és ez a folyamat tulajdonképpen nekiállja azt az arányt szépen átbillenteni a túloldalra.
Említetted, hogy a paintball az egy gyűjtőfogalom név, és létezik egy olyan, hogy r-ball. Létezik-e másmilyen műfaj, vagy másmilyen válfaja hát a paintballnak? Hát két válfaja van a paintballnak, az egyik ezt woodsballnak hívjuk, tehát tulajdonképpen mindig az adja a nevet, ami a pályának úgymond a tartalma, tehát woods, tehát fák, és airball, tehát levegővel töltött fedezékek, és ez a kettő különbözteti meg a mind az amatőr verzióját, akik tényleg csak így hobbi célból összejárnak beletesen, és airball, tehát ami a versenysportág, és az airball belül, tehát az airball alatt található a r-ball, amit említettél. Itt annyi a különbség, hogy nem festékgolyókkal történik a játék, hanem szivacs alapú lövedékekkel, aminek az tulajdonképpen az előnye, hogy újra hasznosítható, tehát így az edzések költségét, amatőr bajnokságok költségét lényegesen le tudja csökkenteni. Beszélgettünk már annyit, szerintem érdemes lenne megmutatni a nézőknek, hogy konkrétan miről beszélünk, úgyhogy ezzel kapcsolatban készítettünk egy bejátszást, ez következik most. Így kezdődik a terem airball egy összecsapása. A két egymás ellen játszó csapat tagjainak célja, hogy eltalálják az ellenséges versenyzőket és megérintsék az ellenfél bázispontját. Ekkor ér véget egy-egy küzdelem. Ha valaki találatot kap, annak így, a fejére tett kezével el kell hagyni a játékteret. A paintballal ellentétben ezt a játékot nem festék, hanem szivacsgolyóval játsszák. Ez pedig már egy profi kezdés, a gyakorlottak ilyen alaptechnikákat alkalmaznak. A látszat ellenére a terem airball nem veszélyes, sőt egyes elemzések szerint olyan ártalmatlan sportágaknál is kisebb kockázattal jár, amit az emberek nem is gondolnának. Biztonságosabb, mint a tenisz és a golf, mert mozgáskultúrája az olyan, hogy nincsenek benne olyan mozdulatok, hogy kimehet a boka. Az alap mozgáskultúrát ezt nagyon könnyű elsajátítani, és tulajdonképpen a védő, alapvédő eszközöknek a használata helyesen történik, tehát tulajdonképpen maga a védőmaszkot a játéktéren belül nem lehet eltávolítani, illetve az van egy ilyen csőzsák, ami a márkereknek van, ezt a játékidőn és a játéktéren kívül nem szabad leverni. És tulajdonképpen, ha ez megvan, akkor nem történt semmi bajuk. Az első középiskolásoknak szóló terem paintball bajnokság is balesetmentesen zajlott. A döntő előtt a Győri Paintball Sportegyesület az összes városi középiskolában előselejtezőt tartott, így a Krúdi Gyula középiskolában rendezett döntőre a legjobbak érkeztek. Közülük a deákos favágók bizonyultak a legjobbnak, megelőzve a págiszos szupercsapatot és a lukácsos brigantikat. A tervek szerint jövőre már nem csak a középiskolások versenyezhetnek egymással, a szervezők szeretnék kiterjeszteni a sportágat az egész megyére. Az első középiskolai bajnokság tehát nagyjából így néz ki, és ezek azok az alaptechnikák, amelyeket el kell képzelni, illetve végre kell hajtani a játékosoknak, pusztán a szemléltetés miatt mutattuk meg önöknek. Létezik Győri Szövetség, aminek te vagy az elnöke. Győri Sportegyesület. Mit lehet tudni az egyesületről, mi a ti munkátok, miben merül ki a ti munkálatotok? Hát tulajdonképpen az egyesületnek a fő munkássága, tehát az alapkoncepció, ami volt, az, hogy elkezdtük barátokkal, tehát még az egyesület előtt is jó pár évvel létezett ugyanez a koncepció, csak még nem volt itt testbe öntve, tehát nem volt egyesület, hanem egy baráti társaság volt, akik jártunk amatőr bajnokságokra, próbáltuk saját magunkat edzeni, ahogy tudtuk más-más tapasztalt játékosok, illetve videók alapján. Bocsáss meg, sok van ilyen amatőr bajnokság, amit említettél? Igen. Tehát több amatőr bajnokság van még, mint professzionális, mert maga a játék szervezői sem tudják, hogy pontosan miben rejlik egy professzionális bajnokságnak leszervezése, illetve az, hogy ez nagyon sok rengeteg eszköz kell, amit biztosítani kell ahhoz, hogy tényleg professzionálisnak mondható legyen. A professzionális az azt jelenti, hogy vannak esetleg olyan paintball versenyzők, akik ebből meg tudnak élni? Hát az országban, tehát akik Magyarországon belül játszanak, olyanok nincsenek. Van egy versenycsapatunk, tehát az országnak, Budapest Bulletsnek hívnak, ők nagyon jó eredményeket érnek el Európa-bajnokságon, a Bajnokok Ligájában 2008-ban második helyezést értek el. Valószínűleg, hogy ők azon a peremen vannak, hogy mondhatni, meg is élnek belőle, vagy legalábbis törekednek rá, de minden sportágnak itt az a célja, hogy jól érezzük magunkat, kikapcsolódjunk, tehát nem kapjuk azért a pénzt, hogy játszunk, hanem tulajdonképpen adjuk értetet. Nagyon kevés. Hát a világszerte talán Amerikában vannak olyan csapatok, olyan szponzorált csapatok, akik tényleg ebből élnek, és csak ezt csinálják, tehát hétfőtől vasárnapig edzenek,
és jó eredményeket érnek el, és ezért szponzorálják őket. Honnan indult a paintball? Hát Amerikából indult. Mint minden őrült sportág. Így van. Nagyon-nagyon sok sportág onnan indul. Jól tudom, 81-ben volt az első próbálkozás rá paintball játék szervezésére, és ez rengeteg átalakuláson ment keresztül. Tehát Európában tudomásom szerint 96-97 környékén volt az első bajnokság, ami még talán annyira nem is volt nevezhető professzionálisnak, és akkor 98-ra már látszott a videókon, feljegyzéseken sokkal jobb lett, mint az előző évek, és tehát én 2000 környékén már tényleg elérte azt a szintet, hogy professzionálisnak nevezhető. 2008-ban már a Eurosportnak, a Eurosport 2-n is közvetítették a bajnokságokat, úgyhogy látszik, hogy egyre nagyobb rá az érdeklődés. Akkor kanyarodjunk vissza az eredeti gondolatmenethez, a sportegyesülethez, szóval azt mondtad, hogy néhány baráttal egyre több bajnokságra jártatok. Jártunk, és akkor olyan 2007 környéken kezdtük megalapítani a sportegyesületet, ott voltak, hogy úgy relatíve nehézségek az, hogy egy nem győri címmel jegyeztük be, és akkor kiderült, hogy visszadobták, hogy nem lehet győri paintball sportegyesület, hanem győri a székely. Akkor volt megint egy fél éves procedúra, amire sikerült az, hogy akkor győri székely, akkor egyesületnek a elnök helyettesének a címjelölet bejegyezve, és 2008 elején lett hivatalosan is győri paintball sportegyesület, és azóta folyik hivatalosan a munkásságunk, ami főleg arra épít, hogy ne csak játék legyen, hanem tényleg azt, hogy megadni neki azt a löketet, hogy mindent professzionális szintre emelni, edzéseket tartani, tényleg neves országos bajnokságokra járni, ott megpróbálni minél jobb eredményeket elérni. És hát amit láthattál is szombaton, meg a bejátszásban is volt az iskolai bajnokság, ez tulajdonképpen ez volt az első komolyabb törekvésünk, és hát az iránt volt ez a törekvés, hogy rájöttünk arra, hogy nagyon-nagyon sok fiatalt vonzza ez a tevékenység, tehát mondhatném, most már Magyarországon is trendi a paintball, viszont a sportolás ez nem annyira trendi a fiatalok körében, és ezt próbáltuk ötvözni, hogy bemutatjuk nekik, ilyen iskolai bajnokságok révén, akik jobb eredményt érnek el, tehát tulajdonképpen az első háromban benne vannak, őnekik megvan az a plusz löket, hogy még sikerélményük is van, ők hajlandóbbak eljárni edzésekre, és az edzéseken megmutatjuk nekik azt, ezeket a technikákat, amit már említettem, és akkor rájönnek arra, hogy váó, milyen jó ez a sportág, milyen lehet lehetőségek vannak benne, egy-két hónap alatt elsajátítják az alapvető mozgáselemeket, mozgáskultúrát, akkor onnantól a csapatjátékot már egy-két hónap után visszük is őket versenyekre, ez még jobban megtetszik a kezdőknek, és tulajdonképpen így épül az egyesület, így lesz egyre színesebb, egyre több taggal rendelkezik. Mekkora bázissal rendelkeztek ezzel? Hát 10-en kezdtük el, hát most már olyan 20 felett van. Hány emberrel foglalkoztok? A száma, de tehát azt tudni kell, hogy azok, akik rendszeresen versenyekre járnak, az összesen egy 6-7 emberről beszélünk. Tehát vannak, akik a egyesületen belül is olyan, hogy vagy munka miatt, vagy iskola miatt, vagy bármi miatt nem tudnak rendszeresen edzésekre járni. Ők nem tudnak velünk országos bajnokságokra jönni, mert nem felkészültek még rá, de hát ez az arány az egyesületen belül is egyre jobban, tehát egyre több lesz az, aki eljön velünk bajnokságra. Viszont gyanítom, hogy ez a középiskolai bajnokság húzás, ez meglehetősen jól bejött. Gondoltátok volna az elején, hogy itt is sikerül ennyire gyökeret ereszteni ennek a sportágnak? Na, mindig is a célközönsége, főleg a fiatalok voltak a paintballnak, és számítottunk rá, igen, az, hogy mekkora sikert fog elérni, azt nem tudtuk. Hát bebizonyosodott, hogy a számításaink helyesek voltak, és mostani felépülésének a bajnokság sorozatnak az úgy néz ki, hogy minden középiskolában, majdnem minden győri középiskolában meg lett tartva egy iskolai selejtező, ahol tulajdonképpen kikerült, hogy az X nevezett csapatból három tovább jut a városi döntő.